Sziasztok! Ma azt szeretném megmutatni, hogy hogyan tudjátok kicserélni a szivattyút ebben a Samsung előtöltős mosógépben. Ennek a mosógépnek tipikusan az a baja, hogy nem szivattyúzta ki a vizet, és kifutott az időből a gép, a szivattyúzási időből, és hibát regisztrált. Nem tudom pontosan, hogy mi a hiba kódja, nem vagyok nagyon ismerős a Panasonic mosógépekbe, de azt tudom, hogy a szivattyúval van gubanc, úgyhogy és megmutatom, hogy hogyan tudjátok kicserélni ennél a mosógépnél a szivattyút, ha ilyen Panasonic mosógépetek van. Ugye általában a mosógépeknek az alja alul lyukas, nincsen a alap lemez, tehát alulról hozzá lehet férni a szivattyúhoz, de ennél a fajta mosógépnél, meg amúgy már az újabb fajta gépeknél szoktak rakni alulra lemezt, és nem lehet hozzáférni a szivattyúhoz. ilyenkor két lehetőség van, vagy a hátsó lemezt lehet leszedni, és hátulról tudtok hozzáférni szivattyúhoz. Ennél viszont a másik lehetőség, ami ennél is lesz, hogy az alja levehető. Nem mindegyik mosógépnek levehető az alja, ennek levehető az alja, úgyhogy onnan fogom megközelíteni a szivattyút. Ehhez el kell fektetni a mosógépet oldalra. Most amit itt el szoktam mondani, hogy igaz, hogy itt van a szivattyú e mögött, a lemez mögött, de hát innen nem tudunk hozzáférni a szivattyúhoz, ezért belülről kell a szivattyúhoz hozzáférni. Még akkor is, hogyha itt van a szivattyú, mivel hogy itt van a mosószerfiók, ezért arra felére fogom dönteni, hogy ha esetleg valami víz van még a mosógépben vagy a mosószerfiókban, akkor arrafelé folyjon ki a víz, és ne errefelé, hogy rá a vezérlő panelra, meg ide az egységekre, mert akkor galibát tud okozni a víz, tehát erre ezt tudom még javasolni. Még akkor is, hogyha arra döntjük, és a szivattyú pedig fölülre fog kerülni, nehezebb szerelni, de inkább ezt javaslom a biztonság kedvéért. Úgyhogy mindjárt el is döntöm, és visszajövök. Oké, eldöntöttem. Én egy ilyen Molnár kocsit használok, erre szoktam rárakni, és akkor könnyebben el tudom dönteni. De teljesen mindegy, ha leraktok valami pokrócot a földre, akkor arra is rá tudjátok dönteni a gépet, tehát nem kell annyira komolyan menni. És akkor hát itt van az alja a gépnek, és ahogy nézem, hogy ez egy elég vékony kis műanyag borító lemez, úgyhogy itt vannak a csavarok körbe, ezeket ki kell tekergetni, és akkor ez valószínűleg ez le fog jönni egy az egybe. Úgyhogy nem, ez nem egy komplikált dolog itt alul. Leszedem, kitekerem a csavarokat, és visszajövök. Jó, miután kitekertétek a csavarokat, csak egy mozdulattal így el kell húzni tőle, fülek fogják, ilyen műanyag pöckök fogják, ez el fog pattani, és akkor ez mehet félre. Akkor ezek után, amit észrevettem, hogy két szivattyú van benne. Remélem látszik. Jó, tehát két szivattyú van benne. Ahogy nézem, ez az alsó szivattyú, ez a vízkeringtető szivattyú. Ez azt csinálja, hogy a mosógépen belül keringteti a vizet. Elég sok gyártó alkalmazza már. Szerintem semmit nem ér, mosásban nem változik semmi. Szerintem teljesen fölösleges dolog, egy plusz dolog a gépben, ami el tud romolni. És hogyha el is romlik, észre sem veszed. Esetleg akkor, hogyha hangos lesz a szivattyú és már idegesítő. Tehát teljesen fölösleges. Na mindegy, a másik szivattyú az itt van fölül, ez most innen nem is látszik. És sajnos ezt hozzá se lehet férni, tehát ezt az egész szivattyú szerkezetet ki kell előről tekergetni, szedni, hogy ki tudjuk cserélni azt a szivattyút.
mert ez a fő szivattyú, ez meg csak a kerintető szivattyú, ez semmit nem, ez viszont fontos, hogy jól működjön, mert ez szivattyúzza ki a mosógépből a vizet. Tehát ahhoz, hogy hozzáférjünk ez a szivattyúhoz, elő le kell venni ezt a alsó takarólemezt, ezt pedig úgy tudjuk levenni, hogy itt kinyitjuk ezt a kis ajtót. Itt van egy csavar, ezt kell kivenni, ezt a csavart. A műanyag gumi leeresztő csövet kipattintjuk, és az egész eleje, valamelyik mosógépnél így fölül, fönt be kell, csavarhúzóba be kell nyúlni, és el kell emelni tőle, de ennél lefelé el kell tolni, vagyis hát, hogyha áll a gép, akkor balra el kell tolni, és akkor elhúzni ezt az egészet. Ez különben a Bosch-nál is így van. De valamelyik mosógépnél nincs, nem eltolni kell oldalra, hanem fölülről elpattítani. Akkor ez is mehet félre, és itt van két csavar. Ez fogja az egész szivattyú szerkezetet. Akkor ezt a két csavar tekerjük ki. Közben meg is nézem, hogy mi van benne, mert lehet, hogy csak van benne valami. Nem látok semmi. Ez kicsit koszos, de hát ezt meg lehet takarítani, ez nem okozhat problémát, de nincs benne semmi. Itt hogyha ilyen nagyobb kulcs, hajtű, pénzérmék itt meg szoktak akadni, de a kisebb dolgok átmennek ezen. És esetleg a kisebb dolog, ha átmegy, akkor az meg tudja akadályozni a szivattyúnak a lapátjait, hogy pörögjenek. Akkor miután a telől kitekergettük, akkor elvileg ez így álljon. És ugye itt fogta a vezetéket egy pöcök, ezt kiakasztottam és hát kitéptem. És itt a szivattyú. Akkor erről húzzuk le a csatlakozó kábeleket, teljesen mindegy, hogy dugjuk majd vissza, ez nem függettől semmi, hogyha megfordítjuk, nem fog fordítva pörögni, teljesen mindegy. Tehát ezt akár hogy visszadughatjuk, csak hát ezt a két vezetéket dugjuk erre a szivattyúra, mert ha fölcseréljük a másik szivattyú, akkor természetesen nem akkor fog működni a szivattyú, amikor kellene. Tehát arra azért figyeljünk. Akkor utána tekergessük ki a csavarokat. Jó, három csavar fogja. Jelöljük össze, hogy állt a szivattyunk. És csak így el kell emelni. És hát igen, ez a szivattyú, ez be van szorulva. Ez biztos, hogy nem jó. Ez tudja, hogy nem jó. Majd mindjárt mondom, hogy miért. Akkor ilyenkor szoktam elővenni a kifolyó csövet. És így rakom a kezem. És itt belefújok a kezembe, és a kezemen keresztül pedig bemegy a levegő a csőbe. És ezzel megnézem, hogy nincs eldugulva a cső, meg esetleg itt a szivattyúházban nincs dugulás. Semmi dugulás nincs, cső nincs dugulva, eldugulva, itt belül sincsen dugulás. Itt a szivattyúval van probléma, ez egyértelmű, tisztán látszik. Ugye a szivattyúnak úgy kell működni, hogy kicsit megszorul, és utána rugalmasan visszapörög, vagy átpörög, és ez szorul. Ebben benn van valami, és ez szorul, ez a szivattyú. Ez biztos, hogy már régóta nem működött normálisan. Mindjárt mutatom, hogy milyen az új szivattyú, hogyha belerakom. Megkeresem az újat, és akkor belerakom. Ez különben ezeknél a mosógépnél általában nem muszáj kimondottan a márkához megfelelő szivattyút venni. Például az Panasonic mosógép, nem kell Panasonic szivattyút venni, mert ezek univerzális szivattyúk, teljesen jó bele az univerzális szivattyú is. Mindjárt mutatom, ha keresek egyet is, és akkor mutatom, hogy kell működnie. Oké, tehát itt van egy jó szivattyú, ez se új, használt, de ez még tökéletesen működik.
Ezt azt hiszem a Beko-ból szedtem ki, ami, de nem biztos, de lehet, hogy abból. Amit nem tudtam megjavítani, de hát a szivattyúja az ugyanolyan, mint akármelyik másiké. Tehát univerzális szivattyú. És ennek így kell pörögni, de erről már nagyon sokat beszéltem, de minden. De azért elmondom, hogy hát tud így kicsit szorul, ahogy tekerem, ellenállása van, és utána meg átpördül ilyen mágneses-szerűen. Tehát ennek így kell működni. A másik meg teljesen szorul már. A másik az szorul. Nem olyan rugalmasan pörög. Tehát ez biztosan, ez ennek így kell pörögni. Oké, na hát akkor mehet vissza. Ugye arra figyeljünk, hogy a tömítőgyűrű, gumi tömítőgyűrű az itt legyen, helyén legyen, akkor itt nem árt kitörölni, ahova belerakom, és mehet vissza a helyére. Nézem, hogy egy kicsit szorul. Oké, na, benn van. Akkor a három csavart ne felejtsük el visszarakni. Előtte nem, tehát amikor kiszedjük a csavarokat, jelöljük meg, hogy hol voltak a csavarok, mert több lehetőség is van. De én tudom, hogy hova mennek a csavarok. Oké, akkor ne felejtsük el rádugni a vezetéket, mert anélkül nem fog működni. Jó, itt van valami terülő is, és akkor mehet vissza a helyére. Ugye ezt is visszapattinthatjuk, ott a vezetéket. Ez is itt van. Visszarakni a helyre úgy kell, hogy itt van ez a pöcök, ennek ide be kell ülni, és akkor az alját meg ráhúzzuk. Itt ráhúztuk, jöhetnek vissza a csavarok. Jó. Akkor ezt már megtakarítani, majd utána én megtisztítom. Most a próbához nincs szükség, és akkor még van ez a kifolyó csövünk, ami itt kell, hogy kijöjjön. Oké, akkor mehet vissza rá az eleje. Ugye ugyanúgy, ahogy leszedtük. Erre figyeljünk, hogy a csövet dugjuk át. Miután átdugtuk a csövet, helyezzük be az elejét a lyukakba, és utána toljuk meg fölfelé. Mehet vissza a csavar. Csavar. Az eleje. Az alja. Ugye még egyszer így, akkor leellenőrizhetjük, hogy minden rendben van-e. Nem csúszott el valami cső vagy vezeték. Itt a motornál is. Fönn is jó rendben van. Úgy néz ki, minden a helyén van, akkor mehet vissza. Az alja,
Betekergetem a csavarokat és visszajövök. Jó, tehát közben felállítottam a gépet, be is kötöttem és elindítottam egy gyors mosást, és beszívta a vizet, benn van a víz, nem látszik, de ott van a víz, és most meg elindítok egy centrifuga programot, és akkor meglátjuk, hogy hogy szivattyúzik. Most bezárt az ajtó, és elvileg mindjárt szivattyúznia kell. Ja, hú, nem, most elindult egy főmosás. Hogy is lehet ezt? Valahogy be lehet állítani, biztos vagyok benne. Na mindjárt rájövök, hogy hogy lehet vele szivattyúzni, és utána visszajövök. Na, hát nem jöttem rá, hogy hogyan tudok csak szivattyúzni vele. Mindegy, elindítottam egy 15 perces mosást, és hát majd, hogyha szivattyúzik, akkor visszajövök. De még azt akarom elmondani ezzel a szivattyúval kapcsolatban, hogyha valakinek nem szivattyúzik a mosógépe, és szétszedi és megnézi a szivattyút, hát ez pörög ez a szivattyú, meg nem is kotyog, meg egész jó pörög, körbe tudom pörgetni, hogy ez jó, akkor nem cserélem ki. Nem, ez a szivattyú nem jó, még akkor se jó, hogyha körbe tudod pörgetni, meg nem kotyog. Ennek a szivattyúnak nem így kell működni, ez így nem fog pörögni. Ha nem olyan rugós, ahogy az előbb mutattam a másik szivattyúnak, akkor nem fog pörögni, nem fog szivattyúzni a mosógép. Na most bekapcsolt, elindult a szivattyú. Ja nem, elindult a kerintető szivattyú. Ja igen, azt hallom, látom is. Kerintető szivattyú kapcsolt be, nem tudom mennyire látszik, de ott spriccel a víz, hát. Na jó, inkább nem mondok semmit. De megy, a kerintető szivattyú az működik. Majd visszajövök, hogyha már a főszivattyú is bekapcsolt, ami kiüríti a mosógépből a vizet. Na most elkezdett szivattyúzni. Oké. Jó, tehát szivattyúzik a gép. Ennyi. Ezzel meg van javítva ez a mosógép. Remélem valakinek hasznos volt a videó. Köszönjük, hogy megnéztétek. Ha kérdés lenne, szóljatok nyugodtan, ha tudok, szívesen segítek. Sziasztok!